A folyó kialakulásáról fogunk beszélni. A folyó a szárazföld belsejében lévő, állandóan mozgó víztömeg. Egy tóból, vagy pedig forrásból ered, és vagy egy folyóba ömlik bele, vagy pedig egy tóba, a legtöbb folyó pedig óceánba, vagy pedig tengerbe. A folyó a fizika törvényeinek, egész pontosan a gravitációnak köszönheti a kialakulását, ugyanis ennek köszönhető az, hogy a víz mindig a magasabb helyről az alacsonyabb hely felé törekszik, és így meghatározott az útja. Egy folyónak három szakasza lehet, a felső szakasz, a középső szakasz és az alsó szakasz, amelyeknek a jellemzőit mindjárt meg fogjuk nézni. De először, még amit ezen az ábrán nagyon jól lehet látni, azt megnézzük, hogy itt most két folyót láthatunk, és a kettő között egy hegy vonulatot láthatunk. Ez a hegyvonulat ennek a két folyónak az esetében vízválasztónak bizonyul, ugyanis az a csapadék, ami itt lehullik, annak az a része, ami a hegynek erre az oldalára esik, az ebbe a folyóba ömlik bele, az a csapadék, amely a másik oldalra esik, az pedig ebbe a folyóba. Ugyanis egy folyónak meghatározott területről gyűjti össze a vizet, a felszínről, más folyókból, a felszín alatt is, és ezt úgy nevezzük, hogy ez az ő vízgyűjtő, vagy ennek a folyónak ez a vízgyűjtő területe. Tehát ennek a folyónak ez a vízgyűjtő területe, így mondható, hogy lehet, hogy még innen is így oda folyik, a másik folyónak, pedig mindjárt így nézzük, a másik folyónak pedig látod, hogy innen is gyűlik, beleömlik egy másik, valamilyen lehet, hogy ez a tóból is kap vizet, amikor megárad, tehát annak pedig ez a vízgyűjtő területe. Nos, nézzük meg, hogy mi jellemző a három szakaszra. A legtöbb folyó egy hegyvidéken ered, és mivel a hegyvidékeken nagyon meredek az esés, nagyon meredek a lejtése a területnek, emiatt a víz nagyon nagy sebességgel, nagy erővel zúdul alá, hatalmas ereje van, és ezzel a hatalmas erejével nagyon hosszú idő alatt kiválja, ki mossa a kőzetet is. Persze nagyon hosszú idő alatt, több év, tízezredekről van szó, amíg egy folyó egy ilyen jellegzetes V alakú völgyet kialakít. Azt a folyamatot, amelynek során így mossa, koptatja a kőzetet és a talajt, eróziónak nevezzük. Itt láthatjuk ezen az oldalsó kis ábrán, hogy hogyan történik ez a V alakú völgynek a kialakítása. Tehát ez a hegyvidéki szakasz, vagy másképpen felső szakasz, itt nagyon nagy ereje van a víznek, rombol, pusztít, V alakú völgyet alakít ki, és általában köves, kavicsos a medre. Aztán, amikor leér az alföldre, akkor az esése jelentősen csökken, sokkal kisebb mértékben képes már a hordalékát magával vinni, sok helyen lerakja a hordalékát, itt láthatjuk a folyókanyarulatokban kis szigeteket is már épít, és láthatjuk, hogy az egyenes lefolyású folyó ilyen kanyargóssá válik, és a kanyarokban jellegzetes a víznek a mozgás. Itt láthatjuk, hogy a belső kanyar belső ívét mindig mossa, válja, rombolja, és ezáltal két kanyarulat két vége egymással összeér, és szépen lassan ez a folyó kanyarulat leválik, így alakulnak ki a holtágak. Vagy inkább azt mondom, hogy így is kialakulhatnak a holtágak, ez a holták képződésnek a természetes módja, mert a folyószabályozások során mesterségesen alakítottak ki holtágakat, a mi alpári holtiszánk is egy ilyen mesterségesen kialakított holtág. De itt ezen a képen is itt láthatunk, ami valószínűleg egy ilyen természetes úton alakult ki. És akkor nézzük meg, hogy az alsó szakaszon, hogy néz ki egy folyó.
Láthatjuk, hogy itt több ágra szakad, a medrében zátonyok, szigetek vannak. Ez annak köszönhető, hogy a folyó már nem képes magával vinni a hordalékát, annyira lassú a folyás, olyan kicsi a sebessége, hogy lecsökken a munkavégző képesség, és ezért a hordalékát lerakja. Ezen az oldalsó ábrán láthatjuk, ahogyan létre jönnek ezek a szigetek, és ennek következtében ugye a medrét is folyamatosan változtatja. És azok a folyók, amelyek tengerbe vagy óceánba ömlenek, azoknak jellegzetes folyótorkolatuk van. Itt láthatjuk, hogy még több ágra szakad a folyó, és közöttük szigetek, zátonyok vannak, és úgy ömlik bele a tengerbe. Ezt úgy nevezzük, hogy delta torkolat, de nem minden folyónak van delta torkolata. A Dunának egyébként delta torkolata van. Létezik egy másik torkolat típus is, ez pedig a tölcsér torkolat, amely, mint ugye neve is mutatja, egy ilyen jellegzetes tölcsér alakú. Ez azokra a folyókra jellemző, amelyek olyan tengerekből mennek, ahol nagyon erőteljes az apály-dagály ciklus, és itt is egyre tágul az a torkolat. A városi zaj után megnyugtató a hegyek csendjében sétálni. Azonban csak látszólag nyugodt a táj. Földrajzi távlatokban vizsgálva, nagyon is mozgalmas a környezet átalakulása. Ennek legfőbb oka pedig a gravitáció. A folyók, patakok a hegyekben nagy esésűek. Csak kevés vízi növény tud gyökeret verni medrükben, és hal sem akad bennük nagy számban. A nagy esés következtében kimossák a talaj, kavicsot, köveket görgetnek magukkal. Minél nagyobb a folyó vízhozama és vizének sebessége, annál nagyobb a munkavégző képessége. Még az olyan finom anyagoknak is van koptató hatásuk, mint a homok és az iszap. Ehhez már 0,5 km/h sebesség is elég. Kisebb kövek mozgatásához legalább 10 km/h sebesség szükséges. Nagyobb szikladarabok szállításához 30 km/h gyorsabb vízmozgás kell. Ez igen gyakori a hegyvidéken, hiszen a folyóvizek medre olykor vízlépcsőkben, vízesésekben folytatódik. A nagy esésű vízfolyás munkavégző képességét csak részben veszi igénybe a hordalékok szállítása. Ezért pusztító munkájával vési, koptatja is a saját medrét. Így V-keresztmetszetű völgy jön létre. A mélyen bevágódott völgy meredek sziklafalakkal tárul elénk. Az ilyen vízfolyás felső szakasz jellegű. A víz ereje hatalmas. Ami ilyen mértékben át tudja alakítani a tájat, az rengeteg energiát igényel. Néhány kedvező helyzetben lévő ország ezt a lehetőséget kiválóan ki tudja használni. Norvégia energiaellátását 99%-ban a nagy esésű folyók biztosítják. A hegyekből a síkságokra leért folyó lelassul és megnyugszik. Mivel már nincs ereje nagyobb kőzetdarabokat szállítani, hordalékát szétteríti.